Saru családja három. Lezáratlan akták. Hajnali kettőkor hívnak. Mert a legtöbb gyilkosság éjfél után történik. A főcik megvan, menjetek a pincébe. Ablak, ajtók, minden. Ne maradjon ki semmi. Szia, apa. Meyers felügyelő? Ben. Fönt vagyunk. Elképzelni sem tudom, ki tehette. A szüleimnek nem voltak ellenségei. Nagyon csúnya munka. Nem fenyegették meg őket? Nem. Ő Philip Chandler? Azt hittem, több haja van. Több van. Ott hever. Oh. Mindkettőt főbe lőtték. A házban elég komoly riasztórendszer van, de mégsem jelzett. Tehát a gyilkos valószínűleg ismerős volt. Ki talált rájuk? Chandler lánya, Caroline Chandler. A barátnőjénél volt, hazaérve találta meg őket. Beszélek velem. Kevin! Reggel néhány újonccal nézzétek át a kertet. Legalább 12 hektár. Saját tó, teniszpályák, golfpálya a vendégház mögött. Maffia leszámolás lesz. Chandlerről sosem mondták, hogy keresztapáskodna. Csak a városházát is tápolta. Benny, lesz itt még haddelhat bőven Chandler személye miatt. Felébreztem a polgármestert. Van egy bátyja, Whitefish Bay-ben lakik. A lány azt mondja, hívta, de nem vette fel. Oda kéne menni. Ez a modern kor. 40 szobás kéró teniszpályával. Elképesztő. Megnézem hátulról. Jól van, de vigyázz, apa belédesett. Veszélyes lehet.
Vegye elő a kezét, hogy lássam! Nem mozdul! Jó estét, uraim! Probléma van. Chandler fia az előző házasságából. 26 éves jogi és kereskedelmi diploma a Harvardon. Tessék. Halló? Ővé az apja által alapított bank. Nagyon jó alibije van. Egy óra körül jótékonysági partnén volt a Wisconsin Hotelban. 400 ember látta ott. Nem sok oka volt megölni az apját. Így is rohadt gazdag. Bármit örököl, attól csak... Rohadtabb? Pontosan. Tudom, tudom. Mégis mi a fenét gondolt? Jó reggelt. Közölték Mr. Chandlerrel a jogait? Igen, de előbb ügyvédet akarunk. Mely az nyomozó közjegyző? Ha az ügyfele vallomást tesz, felvehetjük. Fogadja részvétünket. Elmondaná, miért menekült a rendőrök elől? Nem a rendőrök elől menekültem. A szirénám nem volt gyanús. Az trükk is lehet. Azt gondoltam, talán apám gyilkosa. És pedig? Azt nem tudom. Nem tudja ki az, de azt hiszi, meg akarja ölni. És hova indult? Van egy magánrepülőm. New Yorkba mentem volna, és... Talán el az országból. Most az igazat mondja? Felügyelő. Mr. Warden, ha az ügyfele megtudja, hogy apját és mostoha anyját brutálisan meggyilkolták, fogalma sincs, kitette, de meg akar szökni Milwaukee-ból a temetés előtt. Hogy értesült a gyilkosságról? Próbáltuk hívni, de nem vette föl. A húgom Caroline üzenetet hagyott a rögzítőmön. Teljesen ki volt akadva. 400 lepedőt találtunk a kocsijában. Talán lenullázta a kártyáját. Fine, felügyelő. Mr. Chandler elvesztette a szüleit, és most mondta el, hogy félti az életét. Maga még úgy kezeli, mint egy... Gyanúsítottat? Pontosan. Vagy vádolja meg, vagy elmegyünk. Az unokát Barbiába fogadom. Chandler tudja, ki a gyilkos. Larry Millert ráállítom a bankra. Helyes. Állítson össze listát azokról, akikkel Chandler politikai kapcsolatban áll. Jól van. Eddie jön a pénteki vacsira? Egy hete nem beszéltem vele. Éjszakkel se héten. Utána vigyáznál az unokádra? Már 8 hónapja nem voltunk moziban mellel. Kit szeretsz jobban? Kevin Costnert vagy Emma Thompsont? Én is. Igen, számos háromig. Hogy is kell számolni? 1001, 1002, 1003 vagy simán 1-2-3? Nem kell izgulni, öreg. Tudok számolni, oké? Figyelem, készen lét. Kész vagy? Igen. Akkor minden rendben? Igen. Tuti az áru? Jó az anyag, jó. Jó. Rendőrség, fegyver feldobni! Egy már! Egy kettő!
semmi gond. Semmi gond. Apa, szia! Hogy van? Nagyon fog fájni a feje, és lesz egy csinos forradása. Ha a golyó egy centivel följebb megy, akkor... Benny! Két rendőr halt meg. Philip Carr pedig életveszélyben van. Eddie önmagát hibáztatja. Miért? Tőle kérdez. Jól van. Na, mi újság? Szia, öcskös. Azt mondják, kapsz néhány aspirint, aztán mehetünk. Te már kész vagy? Tudsz menni? Mit gondolsz? Nem tudtam kinyitni az ajtót. Megnéztem, nem volt bezárva. Csak ki kellett volna nyitni és bemenni. Mire Phil félre lökött, már késő volt. Lényeg, hogy jól vagy. Phil az intenzíven van, Jeff és Adam a hűtőben. Nem vagyok jól, apa. Egyáltalán nem vagyok jól. Oh, Eddie! Szia, Hugicám! Ez nem lehet igaz. Minden ambulanciát felhívtam, hogy hol vagy. Aztán idejövök, és három tömbön át hiába kerestem egy parkolóhelyet, nem találtam. Szia, apa. Nagyon jó színben vagy. És mi történt valójában? Fine. F-I-E-N. Van ilyen beteg? Remek. Fine főfelügyelő. Hello. Franz Mullen vagyok, a VKML híradó riportere. Tudjuk ki jön, de most hol megbocsát. Van valami a Chandler ügyben? Akkor esetleg a fiáról, Eddie Fine járőrről. Állítólag pánikba esett, és ez okozta a bajt. Nézze, ha nem mondanak semmit, akkor is lehagyjuk. Azt csinál, amit akar, hölgyem. Kaphatunk egy kis helyet. Főfelügyelő, mit gondol a fiam előrje, milyen hatással lesz a rendőrfőnök jelölésére? Miről beszél maga? Úgy értesültem, a polgármester önt akarja jelölni. Én szeretném az első interjút készíteni. Nem érdekel. Gyere! Hogy érti? Az interjú nem érdekli? Vagy a rendőrfőnöki kinevezés? Egyik rendőrfőnök, ezt nevezem. Felvetted? Jutottál valamire? Caroline, az úr Ben Fine felügyelő. Üdvözlöm, Miss Chandler. Köszönöm, hogy befáradt. Rövidre fogjuk. Mondjon el mindent az apjáról, ami ön szerint segíthet. Tudomása szerint volt valami személyes problémája? Esetleg az üzlet ügyeiben? Nem tudom, mit mondjak. Apám kereste a pénzt. Én csak elköltöttem. Ön művészettörténész? A gazdag lányok karrierje. A képek többsége apám gyűjteményében volt. A szobrok meg a bankban. Az apja eladta a bankot a bátyjának. Tudja miért? A vagyonadó vagy az örökösödési adó miatt talán, azt hiszem. Apám beleunt a bankba. Igazgatósági tag maradt, de főleg a politika érdekelte. A polgármesternek dolgozott a választás alatt. Gyakran vitáztak a bátyjával? Állandóan. Miről? Az üzlettársairól, a barátairól, mindenről. Jóban van a bátyjával? Csak féltestvérem. Egy idióta. Tudják, nem igazán szeretem. Van még valami? Szerettem az anyámat és az apámat. Bocsánat. Legyen szíves. Elnézést. Larry, tudom, hogy nem könnyű, de be kell jutnod a bankba. Chandler bankja csaknem 900 milliós tőkével rendelkezik. 6-7 emberem egy hónapi melója kell, hogy szagot fogjunk. Annyit mondj, hogy mit keressünk. Indítékot. Evan Chandler miért akarhatta megölni szüleit? Talán idősebb Chandler rajta kapta a fiát valamin. Sikkasztás, ingatlan manipuláció, bármi. Pénzmosás. Igen, az is. Tudod, hogy mi megy itt manapság? Milwaukee olyan, mint 10 éve Miami. Kábítószer. A baseball csapatunk pocsék, de a banki átutalásokban vezetünk. 11 helyi bankot vizsgáltunk az elmúlt években. De ezt nem. Vizsgáltuk kb. Egy hétig, lekerült a listáról.
Kerüljön vissza, ki mondta, hogy vegyétek le? Az apád. Ő maga hívott fel, azt mondta, gyilkosság ügyben nyomoznak, és nem akarja, hogy a dolgok összemosódjanak. Figyelj, én csak örültem, így is kevesen vagyunk. Szóval, megtettük, amit kért. Köszönöm. Nem hittem, hogy itt lesz. Itt nyugalmasabb, mint otthon. Éppen a temetést intézem. Szeretném távol tartani a riportereket. Nem tudna segíteni ebben? Lelőhetem őket, de szerintem még többet küldenek. Mr. Chandler, az úr Miller felügyelő. Mr. Chandler. Üdvözlöm. A nyomozók Barry Fox, Hazel, Bill, Parks és Redmond. Nem leszünk útban. Felügyelő, apám több mint 2 éve eladta nekem a bankot. Mit keresnek itt? Nyomozgatunk. Aranyos. Olyan édes. Hát, szia. Szia, kiskoma. Kész fiatal ember. Kész fiatal ember. Jaj, kicsikém. Mami kérdi, hogy kérsz-e cukrot a teádba? Igen, kérek, kicsikém. Igen, kér, mami! El ne tört. Mi a fene mosogatsz? Igen. Ez már előjáték. Ha komolyak a szándékaid, előbb menj és tedd tisztába Josh-t. Már megtörtént. De tényleg akarsz valamit? Hol lehet már Eddie? Már meg kellett volna jönnie. Ne fáradj, nincs ott. Hát hol van? Azt nem mondhatom meg. Na kivele? Kivele? Hát tudod, ma nem volt kedve a családi programhoz. Ezért megadtam neki a kedvenc kocsmám címét. Mi van? Ugyan már, legrosszabb esetben olyan mellett ébred föl, akit nem hívna el vacsorázni. Hogy érted túl az akadémián azt a sok rámenős csávót? Szétraktam. Két, mi baj van? Lerajzoltalak. Gyere, megmutatom a szobáját. Jól van, gyere, Táli, gyere. Siessünk. Hey, lassabban. Tessék. Köszönöm. Apa, ma beszéltem Larry Millerrel. Azt mondta, 2 éve leállított a Chandler bankjának vizsgálatát. Valami pénzmosási dolog volt. Mi történt? Nem tudom. Nem emlékszem. Mi baj van? Gyerekünk lesz. Ne rám nézz, bátyus. Ki az apa? Ben. Ez normális kérdés. Egy barátom. Gyereked lesz egy baráttól? Mi ez? Hófehérke gyereket vár Habcitól? Emlékszem egy gyúra? A nevelőtisztre, akivel jártam. Újra randizunk. Randiztok? Fogd már be a szádat! Ő még nem tud róla, és nem biztos, hogy összeházasodunk. De a gyereket megtartom. Ha fiú nem hívjuk Alva McBride-nak, régi családi név. Nem a mi családunké, de akkor is ez egy régi családi név. Fölvittek a hajójukra. Beültettek valamit az agyamba. És iszonyúan fáj. Hülye barom. Úgy gondolod? Tetszik? Hé! Hey! Mi a fasz van? Semmi gond, egy hülye. Jól hallottam, baromnak nem... Szállj le rólam! Hé! Hey! Hé! Hey, hey, hey. Csak a sörömért megyek! Hé! Hey! Mi az úristen csinál? Szerintem ne verekedjük. Jó.
fog ölni. Megoldotta ezt apa nélkül is. Mi van veled, Edi? Sorhútban. Jó lesz vigyázni. Már csak ő maradt hátra. Akkor már gyanúsított. Ő az örökös, nem? Kérdezze ki. Minden már világos? Persze. Várj! Apa! Amit tegnap kérdeztem, hogy leállítottad a Chandler Bank vizsgálatát. Most ne, Benny. Mi a fene ez? Mit titkolsz előlem? Azt hiszed, én ültem. Dehogy is, figyelj! Miért nem mondod el, mi van? Benny, mindent megtudsz idejében. Mindenki fogja be! Újjak eligazítása, az az ajtó! Gyerünk! Mától két fizetett napra felfüggesztem. Nem fog nekem részegen kocsmában verekedni. Se egyenruhában, se civilben. Az akciót illetően pedig mi egyáltalán nem hibáztatjuk semmiért. Példamutatóan viselkedett. Úgy érti, elrettentő példát mutatta. Nem kell felmenteni erelemnek. Edi, nem kell elmennie. Tudjuk, milyen fából faragták. Edi! Szia, mit keresel itt? Az egész osztályt átvezényelték az akadémiáról. Na és mi volt a főnöknél? Mit gondolsz? Zsaru vagyok. Zsaru az apám, Zsaru a bátyám. Elintézték Zsaru módra. Vagyis? Két ejnye-bejnye. Két nap felfüggesztés. Nem okolnak az elszúrt akció miatt. Akkor minden rendben van? Ja, minden rendben van. Nagyszerű. Küldje be. Paul. Polgármester. Köszönöm, hogy eljött. Üljön le. Kér valamit inni? Nem, köszönöm. Nagyon örülök, Paul. Hogy van, főnök? Főfelügyelő. A polgármester sajtókonferenciát tart ma a Chandler gyilkosságok ügyében. Mit mondjon? Hogy folyik a nyomozás? Philip Chandler volt a kampányigazgató. A riporterek sok személyes dolgot fognak kérdezni. A személyes kérdésekre a polgármester tudja a választ. Igaza van, Jim, igaza van. Majd azt mondom, hogy korai még találgatni. Paul, még ki sem kérdezett, milyen kapcsolatban álltam Chandlerrel. De erre is sor kerül majd, igaz? Erre mérget vehet, polgármester úr. Akkor váltsunk témát. Paul, néhány hete Jim jelezte, és ez maradjon köztünk, hogy nyugdíjba készül. Be akarom jelenteni jövő héten, és szeretném önt bemutatni utódjaként, a testület jóváhagyását kérve. Mit szól hozzá? Mondjál már valamit! Biztos, hogy eszedbe jutott már. Igen, eszembe jutott. Köszönöm, uram, ez megtisztelő. Erre inni kell. Az új rendőrfőnökünkre. Thank you.
meghívás. Így is tartozol. Sajnálom, Phil. Jól van, Kate. Jones bíró hív Emil után. Matthew Huffnagelt kérem. Bent van? Kate Fine. Csak azt akartam tudni, hogy összefuthatunk-e. Igen, látni szeretnélek. Jól van. Jó, akkor viszlát. Még mindig nem tudja? Nem. Te mit keresel itt? Mindenképp meg akarod szülni, ugye? Mindenképp meg fogom szülni, Benny. És ha azért jöttél, hogy erről beszéljünk, akkor én most nem akarok erről veled beszélni. Örülök. Köszönöm. Szívesen. Szóval, mi van? Kissé aggódom apa miatt. Még mindig nem beszél nekem a Chandler bankról. Kezdem azt hinni, hogy gáz van. Mit tudsz a KBI-ról? Adónyomozókból áll. Egy csomó könyvvizsgáló, akiket a kormány akkor rendel be, amikor egy nagy kutyát el akar áztatni. Olyat, akit csak adóügyekben lehet megcsípni, mint John Gottit. Uh-huh. Van irodájuk Milwaukee-ban. Ismersz ott valakit? Egyszer védtem valakit ellenük, egy éve. Igen, volt ott egy pasas. Igen. Így van. Beszéltetek Mellel szülészről? Van egy ismerős, nem jut eszembe a neve. Dr. Tebek. Igen, Tebek. Nagyon profi. Hétfőn megyek hozzá. Jól van. Figyelj, ha bármi kell, elviszlek az orvoshoz vagy Lamászhoz. Terhességi tornában jó vagyok. Mellel végigcsináltam, jól megy. Szóval, ha bármi kell, csak szólj. Meg is van. Sam Lehman. Aféle szilíciumvölgyi pasas, tudod? A zsebében tollak, szemüveges, de egyébként nagyon kedves. Mondd, hogy a bátyám vagy. Szerintem tetszettem neki. Remek. Benny. Köszönöm. Benny bácsikád. Két üdvözletét küldi. Én is üdvözlöm. Átadom. Az érdekelne, vizsgálja a városi bankot, és tud-e valamit Philip Chandlerről, ami segíthet elcsípni a gyilkosát? Sajnálom, de a vizsgálataim titkosak. Mi nem egy oldalon állunk? Nem, ön a városi rendőrség gyilkossági nyomozója, mi pedig az adóhivatal bűnügyi nyomozóhivatala vagyunk. Egy több rendbeli gyilkossági ügyben nyomozok, és talán az egész bank a körül forog, tud segíteni. Nem tudom, ki a gyilkos. Mit csinál Milwaukee-ban? Könyvelők vagyunk. Kikre utaznak? Kitalálom. A különleges ügyosztály milliárdos pénzmosásról beszél, és szerintem maguk azt a tagot keresik, aki a mosógépet kezeli. Nem kér egy kávét? Még nem kapták el. 10 év, mire összehozzák az ügyet. A komputerekkel már gyorsabb. Fele annyi idő. Mondom, nem tudom, ki ölte meg Chandlert. De azt igen, hogy ki ölette meg. De nem fogja elmondani. Mert az én kis gyilkossági ügyen felforgatja a vizsgálatukat, és akkor esetleg kirúgják. Aztán lőttek az adó visszaigénylésemnek. Tud nekem mondani valamit? Nem mondhatom el. De egyet ígérek. Ha lesz újabb titkom, értesítem. Tehát mondd el, mit tudsz a Chandler gyilkosságokról?
Miért tudnék én bármit? 2 éve aláírattál velem egy parancsot, hogy azonnal állítsák a vizsgálatát. Miért? Akkor elmondtam. Az FBI kért erre, és én nem írhattam alá. Nem az FBI kért rá. Felhasználtál. Emlékszel, mikor kezdő zsaruk voltunk? A féle régi vágású nyomozók. Szava hihető, tisztességes, megbízható. Próbáltam olyan lenni. Kábítószer. Annyi pénz, hogy meg se tudod számolni, csak méred. Megtettem nekik ezt-azt. Például leállítottam azt a bankvizsgálatot. Chandlernek mi köze volt ehhez? Nem tudom. Sose üzleteltem vele. Tudod, ki ölte meg? Nem. Ki az összekötőd? Segíts, vagy együtt megyünk a sítre. Az illető neve. Gasparra. Hívd föl. Mondd, hogy én leszek az új rendőrfőnök, és szerinted találkoznunk kell. Hívd föl. Jön meg, van nálam fegyver. Hallod? Fegyver van nála. Nem igaz. Hello, Jim. Kész még egyet? Maga mióta rendőr? 37 éve. Hoppa, az hosszú idő. Miért jött ide? Hallgatom. Jim úgy vélte, nem árt. Én benne vagyok. Jim. Ez most meghallgatás? Nem, randevúra jöttem. Tudja, miben utazom? Igen, szeretnék beszállni. Miért? Talán pénz kell? Ugyan minek? Nincs felesége. A gyerekei nagyok. Miért szállna be? Nem nagyon értem. Szeretnék egy kicsit élni. Ennyi évet lehúztam zsaruként, és ilyen órám még sosem volt. Nyugdíjasként megkóstolnám. Megkóstolná? Hát persze. Miért ne? Hát hívjon fel, amint kinevezték. Igaz? Vegy, es. Menjünk! Szerinted csapda volt? Dehogy csapda volt, a major. Hé! Hey! Alkú! Hé, hey, ne rúgdoss már! Menj már, te barom! Jerome Edward polgármester irodájában.
A nyugdíjazás előtt álló rendőrfőnök meggyilkolása ügyében várjuk a hivatalos nyilatkozatot. Jó reggelt! Szerint Paul Fine nem kifejezetten. Aki állítólag a polgármester által kiszemelt utód, maga is jelen volt a tegnap esti véres leszámolásnál. A főfelügyelő most gyanúsítások keresztüzében áll, miszerint pénzmosó szervezettel áll kapcsolatban. Fine főfelügyelő mindeddig nem kívánt reagálni a válaszra. Nekem kell, hogy fájjon a fejem, hogy te rajtad van kötés. Reggel vették ki a vállatokat. Úgy tűnik, mi Késhegyen élünk. Itt látható ma reggeli felvételünk, melyen a főfelügyelő nem hajlandó nyilatkozni. A gyilkosságokról, a bankbotrányról és a rendőrség szerepéről a reklám után. Szóval pár száz milkád van elásva valahol. A családot is be akartad venni? Alom leszerelsz a cégtől. Igen, Obi-Wan. Már nincs velem az erő. Beszéltél a parancsnokkal, ugye? Megkérted, hogy legyen méltányos. Nem volt rá szükség. Ők is zsaruk. Tudják, milyen az, ha mindent elkövetnek, és mégis rosszul végződik. Rosszul végződik? Te ezt így hívod? Á, jó, mennem kell. Csak beugrottam megnézni, hogy vagy. Én jól vagyok. De te hogy vagy? Ismersz, nem estem messze a fámtól. Ha a vége jó, minden jó. Jól vagyunk, és kész. Ha jól akarsz lenni, akkor... próbáld meg itt. Fine felügyelő! Ezeket is iktasd, jó? Neheztel, mert felhasználtam, amit megtudtam az apjáról. Na, csak nyilvános anyagokat néztem át. Apám anyagában semmi sem utal pénzmosásra. Ki etette meg ezzel? Nem mondhatom. Mit akart tőlem? Híreket. Bármit, ami első kézből való exkluzív leleplező... Hogy befusson? Igen, hogy befussak. Van ilyen. Tudja mit? Én majd kérdezek, és amire van kedve, felel. A tegnap esti lövöldözésnek van köze a Chandler gyilkossághoz? Tudja, hol van Caroline Chandler? Gyanúsítják gyilkossággal? Hát eddig nem sokat mondott. Nem, de biztos kiszűri a tényeket. Még egy, amire nem kell felelni. Nem vacsorázna vele? Nős vagyok. Tudom. Látom, nem segít nekem, de én segítek önnek. Nézzen utána Vincent Coellónak. Szóval már biztos. A terhesség teszt nem hazudik. Egyértelműen kék volt. És voltam orvosnál. Akkor nehéz döntés előtt állunk. Az már nem kérdés, hogy meg fogom szülni a gyereket. Apa leszel, Matthew. A gyerek felé van kötelezettséged, nem felé. Miért mondod ezt? Tudod, hogy szeretlek. Honnan tudnám? Állandóan mondogatom neked. Összeházasodunk? Megkész? Igen. Hallottam az át. Annak oka van, ha azt mondom, á. Talán. Nem biztos. Mi lenne, ha megfontolnánk? Ezt jelentette, nálod az á? Nem. Elnézést, főfelügyelő. Langerin fővizsgáló kéreti a nagy. Fogadja őszinte részét. Beszélni akart velem. Csak az érdekelt, hogy hogy van. A polgármester üzeni, hogy mi ön mögött állunk. Mit tud mondani arról az estéről? Beszélhetnénk négy szem közt. Talán gyanúsított vagyok? A főügyész elvette tőled a Chandler ügyet.
amíg megvizsgáljuk az ellenet felhozott vádakat. Én vezetem a nyomozást Jim halála ügyében. Ez Jim csúnyán eltúrta. Pont a halála előtt tudtam meg. Ha ő sáros volt, biztos, hogy mások is azok a cégnél. Talán te is. Vagy talán te? 20 éve ismersz, azt hiszed, hogy benne vagyok? Akkor magánúton nyomozok. Ez a rohadt kábítószer. Ellep minket a külföldi szemét Dél-Amerikából, a távol keletről, vagy az Isten tudja honnan. Régen távol keleten Rhode Islandet értettük. Nem csak külföldiek kaszálnak vele. Bent is levették az ügyről. Igen. Nem, majd később hívom. Hol van apa? Még nincs bent. Már én is kerestem. Elvették tőlem az ügyet. Na igen, Vincent Coello. Nem tudom, K-O-E-L-L-O. Nézzel utána. Ha Coellohoz mész, én is jövök. Jól nézel ki. Kösz. Csak velem született hajlam. Van egy DNS-em. Te ismered Coellót? Persze. És ki ő? Nem tudod? Nem, akkor nyilván nem kérdezném. Ővi a Havana Norte. Egy szivarklub a Landau épületben, a Wisconsin sugárúton. Nagyon állat. Mit akarsz tőle? Apához van valami köze? Lehet. Figyelj, Benny! Szólni akartam, hogy esküdtszéki meghallgatás lesz a rendőrfőnök halála ügyében. Titeket is beidéznek. Elmondta, hogy miért állítatta le a banknyomozást? A főnök kérte rá. Most, hogy meghalt, nehéz lesz bizonyítani, hogy apa tiszta. Figyelj, megkérlek, hogy beszélj valakivel. Kivel? Sam, kérem. Tudja, hogy kedvelem. Mindig kedveltem. De meg kell mondanom, ha ebben nem segít, megromolhat a viszonyunk. Szólhatok a főnökömnek, az ügyvédi hivatal vezetőjének. Ő személyes jó barátom. És megkérem, beszéljen a főügyésszel, aki neki személyes jó barátja, és akkor ő szépen bíróság elé idézteti önt és ezt az egész szövetségi könyvelőcsoportot. És a következő hétvégére már híresebbek lesznek itt, mint egy hollywoodi szupersztár. Tehát, akkor kifaggassa inkább? Larry King? A New York Times? Vagy inkább én? Bármit is mondok. Nem. Semmi feltétel. A főügyészhez nem mennék. Miért? Gyanúsítja valamivel? Mi sok embert gyanúsítunk, két. Ki ölte meg Chandlert? Nem tudjuk. És az sem, hogy miért. Lehet, hogy a halálának nincs köze a vizsgálatunkhoz. Akkor ki a fő célpontjuk? Nézze, eddig 4 hulla van, és apámat is belekeverték. Nem várom meg, még kész a vádindítványuk, megértette? Akit keresünk, úgy hívják a bűvészmester. 4 év alatt akkora elektronikus pénzmosó hálózatot hozott össze, mint még senki. Elszívja a város pénzét. És ki ez? Nem mondhatom meg. Sam. Jól van. Pislogjon, hogyha nem Vincent Coellónak hívják. Itt vagyunk a 3. körzetben, ahol Paul Fine zárt ajtók mögötti vizsgálata folyik. Nem, nem. Zárt ajtók mögötti belbiztonsági... Gyere, gyere, gyere! Siessetek! Gyere! Felügyelő úr! Van valamire a Chandler ügyben? Milyen bizonyítékokat találtak? Felügyelő úr, válaszoljon a kérdéseinkre! Találtak bizonyítékot? Felügyelő úr! Erre most nem jöhetsz be, Paul. Sajnálom. Mi történik?
minden rendben? Tudom, ki ölte meg őket. És azt hiszem, én jövök. Inkább jöjjön be. Van kiadószobája? Ameddig csak akarod. Hogy van, Phil? Már kicsit jobban. Szóval elvették tőletek az ügyet, hm? Igen, mint kegyvesztettek lettünk. A dinasztia vége. És mi lesz, ha rájönnek, hogy mégis folytatod? Nyilván a kartonba kell dőlnöm. Kérsz egy sört? Persze. Tudom, mi lesz, mikor egyedül iszol. Ez meg ki volt? Beszéljen! Tudja, ki próbált megölni minket? Egy Vincent Coello nevű ember. Ő ölette meg a szüleimet. Miért nem mondta el korábban, amikor kihallgattuk? Csak utána tudtam meg. A bátyám mondta el, mielőtt megölték. Azt is elmondta, miért ölte meg Coello a szüleit. Evan hagyta, hogy Coello pénzmosásra használja a bankot. Az apám rájött, és le akarta leplezni Coellót. És Coello megtudta. A polgármester is benne van. Felhívta Evant, mi alatt ott voltam. Hallottam, hogy Coellóról beszélnek. Menjen fel, Eddie-vel elintézem őket. Megmutatom a keleti szárnyat. A szobám. Vagyis a régi. Bélyegeket is gyűjt? Nem, inkább trópusi halakat. De a kosár még mindig nem megy. Köszönöm, hogy megmentett. Bármikor. Hát, ennyi lenne, főfelügyelő úr. Egy kommandós kocsi maradhat reggelig, ha óhajtja. Az nem lenne rossz. Köszönöm, hogy kijöttek, fiúk. Jó ét, uram. Viszlát, viszlát, uram. Viszlát. Jó ét. Edi. Maradj itt, még visszajövök. Bemegyek a városba Bennyhez. És lent a rendőrök? Kint maradnak, de ne tudják meg, hogy ő itt van. Jól van. Szóval maga is rendőr, mint az apja? Nem egészen olyan. A bátyám is az. Családi hagyomány? Úgy bizony. Kér valamit, egy italt? Ismerve apámat, a kínálat szerintem instant kávé, szkács vagy sör. Esetleg keverjem össze mindhármat. Mi történt a fejével? Valaki rám lőtt. Vörös bátorság, Plecsni. Szóval nem házasodtok össze? Nem. De jó így.
Jó. Jó a francot. Figyelj, tisztán hallom a rossz kedvet a hangodban. Szeretnél hozzá menni, nem igaz? Nem tudom. Hát, van egy egyszerű kérdés. Szereted őt? Őszinte választ kérek, hagyjuk a mellébeszélést. Feleségül kért, igaz? Igen, de nem komolyan. Ahogy a legtöbben. Miből gondolod, hogy nem gondolta komolyan? Csak tudom. Szerinted? Már kétszer otthagytad őt, mert úgy érezted, kezdi túl komolyan venni. Figyelj, Kate, még egy segítő férjel is nehéz dolog anyának lenni, de egyedülállóként. Mennem kell. Nem is tudom, föl kéne hívnom. Nem tudom. Reggel befejezzük. Jó. Túlórázunk, polgármester úr. Büszke önre a városunk. Mit keres ilyenkor a belvárosban? Talán már bezárt a bazár? Lenne egy kérdésem. Vincent Coello drogpénzekből támogatta az ön kampányát. Albright, várj meg az irodádban. És ifja Fine, talán inna egy kávét. Rendben. Óvatosabb lehetne, Paul. Én az ön jó híre miatt aggódnék, nem az enyémért. Nem érdekel, hogy mosott pénzt fogadott el, vagy sem. Arra kéne ügyelnie, nehogy sokkal rosszabbal vádolják. Szervezett bűnözéssel, vagy gyilkossággal. Mire alapozza ezt? Talán majd Vincent Coello segít nekem, ha ön nem akar. Egy csónakkal megyünk a pokolba. Majd kapcsolja le a villanyt. Albright! Nos? Nem igen leszek én rendőrfőnök. Így. Felfort a víz. Nagyon ügyes. Talán cserkész volt. Nem. A szüleim dzsungeltáborba küldtek. Sok mindent megtanultam, amit nem igen használok. Például? Például tüzet rakni, sebet ellátni, evezni, fiúkkal dumcsizni. És milyen gazdagon felnőni? Maga nézi a tévét, meg a filmeket. Hol a tea? Nem tudom, talán ott. Na, és milyen zsarunak lenni? Van egy mondás. Átmegy az ajtón. Ha azt mondják valakire, átmegy az ajtón, lehet rá számítani. Az belefaló. És? És volt egy ajtó. És én nem tudtam. Nem akartam átmenni. A társam majdnem meghalt emiatt. Én már nem vagyok zsaru. Maga akkor is belevaló srác. Sőt, az én esetemben szinte elsöprő. Hogy érti? Úgyhogy rámugrott, hogy megvédjen. És ettől nálam nagyon jó fej lett. Reflexek. Talán nem is kellett átjutnia azon az ajtón. Talán... változás kellett az életébe. Milyen változás? Ezt nem tudom. Mi baj van? Semmi. Bocsánat.
halott Vincent Coelho. 6 éves korában jött át az anyjával Perúból. A kolumbiaiaknak dolgozott évekig New Yorkban. 4 éve jött Milwaukee-ba és nyitott egy magánszivarklubot. Kik tagjai a klubjának? Minden nagyobb helyi cég vezetői. Ügyvédek, sportsztárok, bankárok, még a polgármester is ott pöfékel. Ha ilyen könnyű bankokat, politikai hatalmat és rendőri védelmet venni, mi a fenének törjük magunkat? Jó lenne, ha az ön családja ránk hagyná ezt. Nem tehetjük. Segíthetek? Nem hiszem. Nos, ez itt magánklub. Az egyik tagunkhoz jöttek? Nem. Akkor sajnos távozniuk kell. Mondja meg Mr. Coellónak, hogy Paul Fine, a Milwaukee rendőrség főfelügyelője vacsorázni uhajt és szivarozni. Szólj Mr. Coellónak, hogy beszélnünk kell. A munka szép pillanatai. Nagy öröm, hogy eljött főfelügyelő. Vincent Coelho vagyok. Örvendek. Ha zavarja önöket a füst, szerzek egy asztalt fönt az erkélyen. Jó lesz itt lent is. Gondra, 5-ös asztal. Jó hitvágyat kívánok. Megengedi? Hozhatok valamit inni? Egy palackkal a legjobb pezsgő. Azonnal küldöm. Pezsgő? Ettől furcsa ötleteim támadnak. Mégis miféle ötletek? Hidd el nekem. Úgy beszélek, mint egy kiöregedett, fáradt mozisztár. Tudod, hogy legjobban a régi filmeket imádom. És a pasikban is. Hát, pasia válogatja. Téged bírlak. Pezsgővel vagy anélkül is. Leülhetek egy percre. Egy doboz 4-es Monte Cristo. Oh, ha jobban szereti a kohibát vagy a partagát, csak szóljon. Köszönöm. Felügyelő. Szépen felöltözött, idejött egy gyönyörű nővel. Miért érzem úgy mégis, hogy hivatalos ügyben jött? Nem üzleti ügyben jön ide mindenki, Mr. Coelho. Szivarozni a bíróval, kocintani a bankárral, nyalni a drogüzérnek kampánypénzért. Evan Chandler tagja volt a klubnak. Igen, de meghalt. Nekem azt mondták, önt levették a Chandler gyilkosság ügyéről. Nem, még én vagyok a különleges ügyosztály főnöke. És milyen különleges ügyek után nyomoz most itt? Egy minősítetten különleges ügyben. Jó étvágyat. A pezsgőt mi álljuk? Úgy tűnik, felbosszantottam. Na is. Uram. Jó lesz. Harold Ford. Egészségére. Az a gyanúm, hogy körbevettek. Szerinted a polgármester lepaktált Coellóval? Hát valószínűleg, de nem tudom milyen szinten. Te akartál rendőrfőnök lenni? Szerettem volna. Megérdemled. Már is többet kaptam, mint érdemlek.
Főfelügyelő úr, ráérne? 20 perc múlva az irodájában. Én már azt hittem, hogy szerencséd lesz. Evan Chandler tudta, ki ölte meg a szüleit. Elmondta. Mindenkinek elmondta rajtam kívül. Hogy érti? Mit mondod, ki ölte meg őket? Hát van egy kis dilemmám. Köt az ügyvédi titoktartás, nem szabad elmondanom. De a kliense meghalt. A kötelezettség fennáll. Hogyha kiderül, hogy visszaéltem az egyik ügyfelem bizalmával, bevonhatják az engedélyem, beperelhetnek. De valakinek elmondhatom. Ha egy kliensem meghal, a jogok az örökösökre szállnak. Az egyetlen, akinek törvényesen elmondhatom, amit a kliensem mondott... Caroline Chandler. De nem mondta el neki. Evan Chandler azt mondta önnek, hogy a húga ölte meg a szüleit. A lány szerint Coelho a gyilkos. Hát, ez lehet, hogy igaz. Tudta, hogy Caroline Chandler járt Vincent Coelhoval? Kérsz reggelit? Van tojás, kalács, saláta? Ó, még főzni is tud. Apának mákja van. Vagy csak azért maradtál, hogy figyeld Caroline Chandler? Pontosan. Aha. Jó reggelt! Jó reggelt! Jól aludtál? Nem nagyon. Hogy vagy? Hányan tudják már a választ erre? Nem ilyen zenmester válaszra vártam. Hallom, átmenetileg kivontad magad a forgalomból. Átmenetileg? Valóban. Tudod, velem is történt már olyan, mint veled. Figyelj, nem kell sztorikat kitalálnod, hogy felvidíts. Csak el akarom mondani, mi volt. 22 éves volt, nagyjából. Eddie hazaviszi. Ugye, Eddie? Persze. Kösz, hogy hazaviszel. Szívesen. Már nincs többé, kedves fiú. Ezt nem mondtam. Most gyűlölsz? Ilyet sem mondtam. Nos? Nos? Utálom ezt, sose jelent jót. Olyan, mint a majd hívlak. Legyünk barátok. Figyelj, én kedvellek, érted? Na végre, már kerestelek. Ezt nézd meg. A bank aktatárában találtam. Hé, hey, apa! Ki gondolná?
Már csak bizonyítanunk kell valahogy. Veszük már? Itt vagyunk a harmadik körzetben, ahol Paul Feyne zárt ajtók mögötti vizsgálata zajlik éppen. Nem jönne el vacsorázni? De igen. Uram, kiderült már valami? Ma is rettentő. Csinos. Köszönöm. De maga... is áll. Tényleg? Most van rajtam először ez az új öltöny. Ó, mit mondott a nejének? Nem volt semmi gond. Jó. Nem tart sokáig. Vincent Coelho is a kliense? Igen. A mások. De úgy látom, mindegyiket le akarja tartóztatni. Jól van. Beszélhetnénk négy szem közt? Beszéltünk már. Ölte meg Chandleréket. Miben mesterkedik? Mit mondtál rólam? Én sosem mondtam ilyet. Miss Mullen? Nekem is ezt mondta. Warden, mi folyik itt? Miért mondtam volna, hogy Coelho a gyilkos? Talán azért, hogy magát kérje fel védőnek. Biztosan jól fizet. Nem kell manipulálnom a rendőrséget és a sajtót, hogy munkám legyen. Mi is ezt hittük. De így elterelhette a gyanút magáról. Ez már nagyon rossz hit, Fine. Miért ölte volna meg őket? Warden igazgató a banknál. Ha a Chandlerök mind meghalnak, övé a teljes irányítás. 9 millió dollár elég jók. Vigyék el. Maguk elmehetnek. Jó. Thank you.
Menj, kapd el! Ne mozduljon! Hozzás, fiúk, hozzás! Jobbra is! Szálljon ki feltartott kézzel! Azt mondtam, hogy szálljon ki! Azt mondtam, szálljon ki! Sikerült? Ez jó nehéz. Két néni, a sútrában eszünk. Hűha! Én rakom fel a zöldségeket. Én csináltam a papírlántot. Jaj, de ügyesek vagytok. Nagyon szép lesz, tényleg. Adj ide egyet. Nagyon hirtelen hívta össze a sajtótájékoztatót, ezért sok a találgatás. Hello. Szia. Itt jön a polgármester. Szia. Hallgassuk. Ezt nézzétek meg. Jó reggelt. Én mindig is úgy éreztem, hogy polgármesternek lenni közszolgálat, és nem válhat karrierré. Ja, persze. Ezért döntöttem úgy, miután megbeszéltem a feleségemmel, hogy nem indulok az újraválasztásért, ha lejár a mandátumom. Ez az helyes. Nagy veszteség. És nem sokára könyvelő barátaink kezelésbe veszik Ernesto Gaspárát és Vincent Coellót is, igaz? Ha szerencsénk van. Mi tartott ilyen sokáig? Tudod, mekkora sor áll a Marvinban vasárnap reggel? Igen, és az a sok vén ember egy órán keresztül rendel. Kicsivel több tiszteletet. Ó, nézd már, ki beszél. Várj csak, amikor a gyerek hazajön tetoválva és minden testrészében ékszerekkel. Igen, és hogyha lány lesz? Én lányra gondoltam. Hova viszed a kávémat? Azt hittem, alszol. Eljön a barátod? Nem. Kapott egy állást Eagle Riverben éjszakon. Semmi baj, apu. Lesz egy kis gyerek. Már alig várom. Ezt már megehet? Persze, azért van. Egyébként. Fúj, ez nagyon... Ki ez a Mercedes ott kint? Hozzám jöttek. Ó, oh, Mercedes. Hello, két vagyok. Én meg Caroline. Hello. Szia. Na jó, éhes vagyok. Először elmondjuk a súpatimát, és hálát adunk mindenért. Ez olyan, mint a hálaadás? Ez a mi aratási ünnepünk. Mindenki sorra kerül. Majd én szólok, jó? Szerintem mondja el Anna az imát. Hát nem tudom. Jó. Akarod? Jól van. Jól van. Áldott a te műved, ó Urunk, Istenünk, a mindenség királya, aki életet adsz nekünk és egészséget, és ünnepelni szólítasz minket. Ámen. 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 Jól van, lányok. Készen álltok? Igen, kérem. De
hosszú, rossz tanácsadó, de néha nagyon